A tavaly május elején bevezetett éves lakossági gázár április 30-án érvényét veszti. Ennek ellenére marad a korábbi tarifa, közölte Herman Haluschenko, energiaügyi miniszter. A tárcavezető kiemelte, hogy az áram lakossági ára is a mostani szinten marad. A gáz és az elektromos áram tarifájának emelése most nincs napirenden, fogalmazott Haluschenko. Ugyanakkor hozzátette, még kidolgozás alatt áll az a mechanizmus, amelyel a továbbiakban is alacsonyan tudják tartani a közüzemi tarifákat.